Jó napot kívánok! Önök a Bonyhádi Naplót látják, tartsanak velünk! A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit és biztosítani, hogy azok soha nem ismétlődhetnek. Milan Kundera szavait idézzük a kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán. A pártállami rezsim majdnem fél évszázados uralma alatt tudatosan és módszeresen tiporta lábbal az emberi és szabadságjogokat. Államosította a magántulajdont, tiltotta az egyházak működését, megtagadta a szabad sajtó és a véleménynyilvánítás jogát, életképtelen gazdasági rendszerrel taszította nyomorba a társadalmat, és hamis ideológiáktól hajtva földelte el történelmi hagyományait, kulturális értékeit. Erkölcsi mércét nem ismerve üldözte mindazokat, akik ellenálltak, mást gondoltak, vagy a külső hatalom írta agresszív eszme által üldözendőnek ítéltettek. A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik. Kelet-Európában a számuk eléri az 1 milliót. Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborban, vagy kegyetlen kivégzés által. Jóval többre tehető azok száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg is megnyomorított. A rendszer áldozata volt az is, akit vallattak és kínoztak, akit megbélyegeztek, akit kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akit csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, mindenki, akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől. Az országgyűlés 2000 évi döntése után minden év február 25-e a kommunizmus áldozatainak az emléknapja. A nap előestéjén Tolna megye más települései mellett Bonyhádon is megemlékeztek, amely során megkoszorúzták a Vörösmarty téren az önkényuralmi rendszerben elhurcoltak emlékművét is. A kommunista diktatúrák áldozatai előtt tisztelegtek február 24-én Bonyhádon, a Vörösmarty téren található országzászlónál. A megemlékezésen beszédet mondott a miniszterelnökség részéről Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos is, aki beszédében a hősök előtti tisztelgés és a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta. Emellett az emléknap kapcsán kiemelte azt is, hogy az önkényuralmi rendszer rengeteg család életének mindennapjait keserítette meg, akár a gulágra elhorcolt, akár a bebörtönzött honfitársainkra gondolva. Erről mindenképpen meg kell emlékezni, és emlékeztetni kell arra a nemzettársainkat, hogy ez soha ne fordulhasson elő többet. Ezért fontos, hogy legyen egy dedikált emléknap, ugye február 25-e, mert minden évben kötelességünk megemlékezni. Én azt gondolom, hogy nem csak ezen a napon, hanem minden nap, minden órában, minden cselekedetünkben emlékeznünk kell, arra is úgy kell élnünk, hogy ez soha ne fordulhasson elő többet. A kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán az elmúlt években emlékéveket is szervezett a kormány. Volt egy időszak, amikor kimondottan a Szovjetunióba hurcolt politikai kényszermunkások és azoknak az emlékéve volt. Több hónapon keresztül számos programot valósított meg a kormányzat, támogatásokat nyújtott különböző programok rendezésére, illetve emlékművek helyreállítására, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó példával jár elő ebben a ilyen szempontból a kormányzat, nem csak ezzel a nappal, hanem egyéb más emléknappal, illetve megemlékezéssel. A magyar emberek folyamatos rettegésben tartása mellett azonban a diktatúrának rengeteg halálos áldozata volt. Ebből sokan az 1956-os forradalom és az azt követő szovjet megtorlás idején vesztették életüket. 56-nak Bonyhádon is voltak áldozatai, köztük két fiatal kiskatona, Domokos Pius és Szakács Jenő is hősi halált halt. Nagyon fiatalon fogtak fegyvert, megpróbálták ugye az önkényuralmi rendszert eltörölni itt nálunk, és az egyiket Komlónál lőtték le, a másik pedig itt Bonyhádon hunyt el. A rendezvény koszorúzással ért véget, amely során Bonyhádváros önkormányzata részéről Filóné Ferenc Ibolya polgármester, önkormányzati képviselők és a város intézményeinek vezetői, valamint a Perczel Miklós Nemzetőr Bandérium is lelódta tiszteletét. 10. alkalommal szerveztek vált a kórház megsegítése érdekében. A jótékonysági összejövetel bevételét minden esztendőben aktuális problémák kezelésére fordítják. Idén is több mint 1 millió forintot adtak össze a bálozók. Ez a 10. bál, úgyhogy igen, szép évfordulóhoz értünk. Annyit is el kell árulnom, hogy én amikor 2009 őszén felvetették a kollégáim, akkor hát nagyon
tartottam ettől, és azt gondoltam, hogy hát nem tudom, próbáljuk meg, aztán mi lett belőle. Nagyon köszönöm, hogy ismét eljöttek, és ezzel a kórházunk mellett hitet tettek, kiállnak az intézményünk mellett, hiszen itt nem csak az anyagi támogatásról van szó, persze azon túl, hogy egy jót mulatunk, hanem arról is, hogy a támogatásokkal és itt létükkel támogatják a kórház fennmaradását, működését. Bonyhádon évtizedek óta szívügy a kórház ügye. Elég csak emlékezni azokra az időkre, amikor a bezárás veszélyeztette az intézményt, és ezt a helyiek aláírásgyűjtési akciója akadályozta meg. Szabó Tibor alpolgármester ezekre az eseményekre is emlékezett. A bonyhádiak már többször tanúbizonyságot tették arról, hogy mennyire fontos nekik a kórház, hiszen természetesen a mi polgártársaink dolgoznak a kórházban, a mi betegeink, illetve a családtagjaink feküsznek a kórházba adott esetben, vagy látják el őket, és ezért már annak idején 2007-ben is bebizonyította a város, hogy mennyire fontos, amikor megérintette a kórház bezárás réme a várost, akkor napokon belül, mondhatom, körülbelül egy hét alatt több mint 14 ezer aláírás gyűjtöttünk, hogy megakadályozzuk ezt. Sikeresen tettük. Aztán néhány évvel ezelőtt a Richter Egészségváros szervezett egy programot Bonyhádon. Itt szintén egy emberként mozdult meg a város, és egy nap alatt több mint közel 8,5 millió forintot gyűjtöttünk össze a kórház javára. Nagyon fontos a kórház. A kórház működését biztosító állami finanszírozás nem engedi meg a dúskálást. Itt is, mint az ország többi ilyen intézményében, meg kell gondolni, mire ad ki pénzt az intézmény. Barca Zsolt főigazgató elmesélte, 10 év alatt a bálból összegyűlt források sok beruházás és képzés pénzügyi alapját biztosították. Mondhatom, igazából alulfinanszírozottság, ez egy kronikus helyzet már nálunk is, mint ahogy szinte az összes többi kórházban az országban. Ez elég hosszú ideje tartó dolog, de azért úgy évvégenként hogy az állam mindig beletesz a kórházszektorba egy bizonyos konszolidációs pénzt, amivel ugye a következő év az úgy nagyjából teljesíthető. De aztán jön az újabb évvége és az újabb konszolidáció. Ez nagyjából így történik most 2011 óta. Úgyhogy ami a jó hír, hogy a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet működik, nyújtjuk a szolgáltatást a betegeknek, szélesítjük is az ellátási spektrumunkat, ellátási területünket, több új szakrendelést próbálunk beindítani. Természetesen ez kapacitás és szakember függő, de én azt gondolom, hogy ez a helyzet most így, úgy látom, az elmúlt 10 évben visszatekintve uralható. A 10 éve tartó bálozási sorozat kezdettől fogva nagy érdeklődésre tartott számon. Ebből fakadóan jelentős bevételt is hozott. Az elejétől kezdve az érdeklődés az egyre nőtt, nagy volt és egyre nőtt azóta is. Tavaly értük el a csúcsot, mert majdnem 400 ember jött el a tavalyi bálunkra. Remélem, hogy ebben az évben is lesznek közel ennyi. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 10 évben ezt megszerették, és várják is. Ez jól látszik, amikor megkérdetjük a jegyeladás időpontját. Attól kezdve néhány nap vagy néhány héten belül elfogy az összes jegy. Aztán újabb és újabb termeket kellett itt kinyitni, hál' Isten, az elmúlt években. Úgyhogy remélem, hogy ez a jövőre is így lesz. És egyébként pedig nekünk ez az itteni bevétel, ami tavaly kiugró volt, hiszen 1 millió 100 ezer forintot tudtunk a Minvazív Alapítványunk javára beszedni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hiszen mindig van egy kis tartalékunk, ami az évközben nyúlni lehet, bármilyen költség adódik abban az esetben. Nos, idén is pont ennyi, 1,1 millió forint gyűlt össze. A tervek szerint a bevételből a fertőzések megelőzését segítő berendezéseket vásárol majd az intézmény, illetőleg a pénz egy részét képzésekre fordítják ebben az esztendőben is. A folytatásban egy kis visszatekintés, no nem a régmúltra, csak pár héttel ezelőttre. Gulyás Péter pedagógus edzőt, a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola tanárát 2017-18-as tanévben nyújtott versenyfelkészítői tevékenysége elismeréseként jutalmazták. Kollégái, barátai és a város vezetésének elismerése és gratulációi mellett mi most munka közben az iskola uszodájában látogattuk meg a kiemelkedő munkát végző pedagógust, hogy kicsit közelebbről ismerjük meg azt, akinek a jó híre egészen a fővárosig elért már. A feleségem is egyből megragadott, a feleségem szépsége is, és a völcség szépsége is, mert ő utána jöttem ide Bonyhádra, de azóta se bántam meg, szívesen élek itt ebbe a kisvárosban. Álljál oda, úgy
fejedet lehajtod, és csak a szertár felőli jobb kezeddel. Egy hétköznapi úszásoktatáson látogattuk meg Gulyás Péter Boros Dezső díjas testnevelő tanár edzőt, aki a napokban vehette át Budapesten a tanév legeredményesebb diákolimpia testnevelője díjat. A napi rutinok és a napi hajtások közben mindig jól esik egy pillanatra megállni és visszaemlékezni. Ugye ez a két alkalom is erre adott lehetőséget, hogy az ember csinálja, hajtja verseny után, és ilyenkor megáll egy gondolatra, hogy tulajdonképpen miért is. És elvégeztem egy ilyen számvetést magamban, hogy mennyi mindent csináltam. Hát a számok maguk is beszélnek. Ugye az úszást az A kategóriára, a versenysportra osztották 2004-ben a Magyar Diáksport Szövetség, és a B kategóriára az amatőr úszókra. És ebben a két kategóriában az elmúlt 30 év alatt 9 A kategóriás dobogós helyezést értünk el, és a B kategóriában pedig többször is összeszámoltam, 61-szer álltak a tanítványaim a dobogó valamely fokán, és a röplabdában is utána néztem, hogy főleg ott amatőr szinten csináltuk eddig, tehát ez egy ilyen iskolai kis diáksportegyesület. Az amatőr sportban első, második, harmadik helyet is szereztünk, míg nem tavaly, illetve most hetedikesek ezek a lányok, a röplabdások, és amikor másodikosok voltak, olyan öntudattal jelentkeztek röplabdázni, hogy rögtön fölfigyeltem a tehetségükre, és nem elszórtan van egy-egy tehetség, hanem ez egy korosztályt illetően volt ez a lelkesedés, ami találkozott egy szorgalommal és egy olyan szülői gárdával, akik ezt támogatták, ezt a röplabdasportot. És az 5-6 év alatt olyan bravúros sikereket értünk el ezekkel a lányokkal, hogy amire tavaly tudtuk föltenni a pontot, olyan egyesületeket a korosztályos bajnokságon, amit Szegeden rendeztek, és a Budapesti Röplabda Akadémia mögött, meg a Nyíregyházi Röplabda Akadémia mögött, ezek a lányok a Vasast, ugye a Vasas sem egy kis név, bármelyik sportágat is említjük, a Vasas lányait vertük meg, és így lettünk a korosztályban az országosan a legjobb harmadikak. Ezt a lányok tovább tudták tetézni, illetve közösen a szülőkkel együtt, mert egy ilyen sporteredményhez a szülői háttér nagyon fontos, hogy az országos elődöntőn házigazdaként fogadtuk a Kaposvári, szintén nagy betűvel mondom, hogy a Kaposvári Röplabda Akadémiát, és 0-2-ről fordítottunk meg, 3-2-re nyert nyert a Széchenyi István Általános Iskola csapata. Nagyon nagy buzdítás volt, szinte az egész iskola itt volt lent szurkolni nekünk, és ezzel az elsőséggel kiérdemeltük azt, hogy Bonyhádon először országos döntőn, 8-as döntőn vegyen részt egy röplabda csapat. És a lányok elhivatottságát, felkészültségét, rátermettségét bizonyítja, hogy negyedikek tudtunk lenni a 8 fős erős mezőnyben, és ha még azt is elmondom, hogy a Nyíregyházáról két iskola lőtt, és ők lettek az első kettő, és a Békés Csaba lett a harmadik, úgyhogy a legeredményesebb Bonyhád harmadik városként mi lettünk a negyedikek. De az, aki jártas a sportágban, az tudja, hogy a Nyíregyháza és a Békés Csaba az milyen fellegvára a magyar röplabdasportnak, így az utánpótlás képzésnek, és ezek mögött, a csapatok mögött tudtunk mi a negyedikek lenni, úgyhogy minden elismerésem most is a lányoké és a szülőké. Gulyás Péterrel stílusosan a rajtkövön ülve beszélgetünk, bár a pedagógus szakmai pályáját inkább a célba érések jellemzik, amik persze nem valósulhatnának meg az új kihívások megugrásával. Mi most a kezdetekig megyünk vissza a tanár úrral. Miskolcon születtem, és ott is jártam a középiskolát is, és utána kerültem el Budapestre a testnevelési egyetemre, és onnan már
egy év kihagyással egy évre visszamentem Miskolcra dolgozni, de utána 89-től már itt dolgozom az uszodában. Pont akkor, amikor áprilisában, 89 áprilisában átadták az uszodát, akkor én itt tudtam kezdeni a katonaság után. Februárban szereltem, és áprilisban itt kezdtem az első tanévemet a uszodában. Friss pályakezdő pedagógusként az én feladatom volt az, hogy itt az iskolai úszásoktatást megszervezzem, órarendjét kialakítsam. Későbbiekben a Bősze István igazgató úrral indítottunk egy úszószakosztályt, úszó osztályt, és annak a felvételi rendszerét, a osztályzás rendszerét, a tanmenetét, azt mind én dolgoztam ki, és az én feladatom volt ezt megszervezni. Illetve amikor ide érkeztem, akkor a Percelmo DSE-hez csatlakoztam, ahol labdarúgás és kosárlabda csoportok működtek, és adódott a lehetőség, hogy akkor egy Percelmo DSE úszó csoportot is nyissunk. A sport magánemberként sem hiányozhat a testnevelő edző életéből, hiszen egy igazi pedagógus saját tetteivel mutat példát. Nagyon sok órán van, úgyhogy a héten minden vagy 7-kor fejezem be itt az edzést, vagy 7:30-kor, és utána, hát most otthoni sportolásra adtam a fejem, most ugye rossz idő van, otthon van egy elliptikus gépem. Meglepő módon a vendégek meglepetésére otthon úgy van kiképezve a házunk, hogy egy mászó kötelet le tudok lógatni, és a feleségem is, én is, most már 2 hónapja rendszeresen mászunk kötelet, hogy valahogy erőnlétbe tartsuk magunkat. És hát tavasszal akkor a kerékpározás jön. És hogy mit is kívánhatunk Gulyás Péternek a két nívus elismerés és a szakmai sikerek kapcsán? Sok tehetséges tanítványt. Én úgy gondolom, hogy az mindig jól jön. Egészséget, jó egészséget, és ahogy érzem magamon, türelmet. Műsorunk végén egy kis programajánló a folytatásban. Takács Nagy Judit alkotásaiból nyílik tárlat 17 órakor március 6-án szerdán a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A Nemzetközi Nőnap alkalmával a Pesti Operett Színház művészei látogatnak el ugyancsak a Vörös Marti Művelődési Központba március 8-án, pénteken este 6 órakor. Szintén e nap kapcsán rendeznek röplabda tornát a Röplabdai Szabadidő Klub szervezésében Városi Sportcsarnokban március 9-én szombaton. Ennek az eseménynek a megnyitója, tehát szombaton 10 óra 15 perckor kezdődik majd március 9-én. Most pedig búcsúzom önöktől, tartsanak velünk legközelebb is, ennyi volt már a Bonyhádi Napló, viszontlátásra!